Ma egy field monitorról lesz szó, a Portkeys LH7P II-es verziójáról. Van egy olyan funkciója, ami sokkal könnyebbé teszi az életet, főleg, hogyha egyedül dolgozol szólókreátorként és Sony vagy Blackmagic user vagy. De hogy mi ez? Hogy megtudd? Nézd végig a videót. Kezdjük is el, de előtte intro. A Portkeysnek elég jól összerakott monitorjai vannak, és az LH7P is ebbe tartozik. Polikarbonát háza mindössze 245 g, és a 7 hüvelykes, 10 bites Full HD érintőképernyője 1000 nites fényerőt tud, 1000 az 1-hez kontrasztaránnyal, és 100%-ban lefedi a Rec 709-es színskálát. Persze, minden olyan professzionális funkciót megkapunk, mint például zebra, focus peaking, látók, hogy csak néhányat említsek. Ami külön király, hogy kapunk 4 gombot is, amit kedvünkre testre szabhatunk, például felvételt indíthatunk és állíthatunk meg. Érted? Képes vagy a kamerádat vezérelni vele. Mennyire menő ez? Ha neked is tetszik, akkor mutasd meg azzal, hogy megnyomod a like gombot. Ami a csatlakozókat illeti, kapunk egy 4K HDMI bemenetet, kimenetet 30 fps-nél és 60 fps-t Full HD-ben. Beépített Sony NP-F stílusú akkutartóval rendelkezik, de használhatod hálózati adapterrel is. Na és végre elérkeztünk ahhoz a funkcióhoz, amely kiemeli az LH7P-t. Képes a kamerát vezérelni, vezetékes és vezeték nélkül is. Szóval vezeték nélkül csatlakoztathatsz Sony és Blackmagic kamerákat, és beállíthatsz rajta olyan dolgokat, mint ISO, rekesz, zársebesség, sőt, érintéssel fókuszálhatsz. Van rajta touch fókusz, ami egyszerűen zseni. De persze mindazoknak, akik Canon, Panasonic és Z-cam kamerákat használnak, az LH7P vezetékes vezérlési lehetőséget kínál. És pontosan ezért kapom magam azon, hogy ezt a monitort használom olyankor, amikor több rugalmasságra van szükségem a kamerám vezérlése közben. De kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz. Szerinted ez a funkció kiemeli a versenytársai közül? Kérlek, írd meg a véleményed a komment szekcióban. Egy funkciót még szeretnék említeni, mielőtt elköszönnénk, ez pedig a fókusz követés. Ha véletlenül Tilta Nucleus follow fókuszt használsz, akkor nagyon szerencsés vagy, mert ez a monitor a fókuszmotor vezérlést is támogatja, és még a fókusz tartományt is megjeleníti a képernyőn. Úgyhogy azt hiszem, hogy be kell szereznem egy tiltát is. Szerintem elég jó választás lehet $349-ért, de persze ez nem egy egyszerű döntés. Van a király, az Atomos Ninja V, erről is készítettem egy review-t, szóval nézd meg, mielőtt végső döntést hozol, és van a Hollylandnek egy upgrade-elt változata, a Mars M1-ből is, ami egy igazán jó kombináció, mivel 2 monitort kaphatsz vezeték nélküli átvitelhez, és még a telefonodat vagy táblagépedet is használhatod. Tök új, készítettem erről is egy review-t, úgyhogy ezt is, hogyha szeretnéd, ide kattintva megnézheted, illetve iratkozzál fel a csengővel együtt, hogy ne maradj le az új tartalmakról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy egy következő videóban találkozunk, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!